Adomány a Siófoki Kórház belgyógyászatának gyűjtötte a Nők Együtt Egyesület. Flúgos futam, negyedik alkalommal szerveztek autós farsangot Balatonlellén. Új igazolás a KKKK-nál, hazatért Filipovics Márkó Kaposvárra. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A Siófoki Kórház rendelőintézet belgyógyászatának gyűjtöttek a Nők Együtt Egyesület tagjai. Rajtuk kívül még számos magánadomány érkezett az Egyesület felhívására. Emellett egy jótékonysági bált is szerveztek Siófokon. A befolyt összegből számos orvosi eszközt vásárolhat majd az osztály. A Nők Együtt Egyesület idén ünnepli megalakulásának 13. évfordulóját. A civil szervezet több mint 60 taggal rendelkezik, a jótékonykodás pedig fontos mindenki számára. Erről is beszélt Orbán Katalin elnök a szombati jótékonysági bálon. A tagok azok mindenben, tehát soha nem kell kérnem, ők maguktól jelentkeznek és jönnek, tehát az összetartás nálunk az a legfontosabb. Az Egyesület idén a Siófoki Kórház belgyógyászatának szervezett gyűjtést. Mi nemes célra szeretnénk ezt fordítani. A betegápoláshoz szükséges kis eszközöket szeretnénk belőle vásárolni, ami megkönnyíti a betegellátást, mint inhalátorokat, szobavécé, paraván és ilyen apróságokat, amire hát már ugye nem nagyon futja az osztálybüdzséjéből. Az Egyesület mellett civilek, politikusok, településvezetők és még sokan mások is adományoztak. Én azt gondolom, hogy egy közösségben mindig az a legfontosabb, hogy ápoljuk a kapcsolatokat, és hogyha ápoljuk a kapcsolatokat, akkor tudjuk a problémáinkat és azokat a dolgokat, ahol segíteni lehet, és segíteni akar a közösség. És ez a rendezvény az egyik kiemelkedő célja az, amikor egy civil szervezet a Siófoki Kórházunk belgyógyászati osztályának gyűjt ezzel a jótékonysági esttel. Én azt gondolom, hogy nekem csak megtiszteltetés, hogy itt lehetek és segíthetem ezt a kezdeményezést. A jótékonysági bálon az esemény fővédnöke Vicman Mihály országgyűlési képviselő a civil szervezetek fontosságáról beszélt. Elhivatottságuk jó példa arra, hogy alulról jövő önmagától szerveződő civil közösség óriási hegyeket képes megmozgatni. Az elmúlt években számtalanszor bizonyították már, hogy nemes célok mögé, nemes ügyek mögé felsorakozva komoly eredményeket tudnak elérni. Nagyon sokszor ezt úgy sikerül nekik megvalósítaniuk, hogy a kellemest a hasznossal összekötve, közösséget építve, eredményeket, célokat és sikereket elérve és megvalósítva tudják ezt a közösségi munkát kifejteni. Ma egy olyan jótékonysági bálon lehetünk itt Siófokon, amelynek örömmel vállaltam el a fővédnöki teendőit. Az Egyesület több mint 1.100.000 forintot gyűjtött össze, de a következő napokban is várnak felajánlásokat. Több baleset is történt vasárnap reggel az M7-es autópályán. A Balaton felé vezető sávokon, Pázmánt közelében két helyszínen futottak egymásba járművek, amíg a főváros felé Velence és Kápolnásnyék között egy több száz méteres szakaszon történtek karambolok. A Székesfehérvári, a Dunaújvárosi, a Sárbogárdi, a Péti, a Siófoki, a Szigetszentmiklósi és a Török-Bálinti hivatásos, valamint a Pázmándi és Mezőfalvai önkéntes tűzoltók, illetve a Sárvíz önkéntes tűzoltó egyesület tagjai vonultak ki a helyszínre. Újabb gyakorlaton bizonyították az Igali önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület tagjai, hogy továbbra is elhivatottak a településen és környékén élők biztonsága védelmében. A feltételezés szerint egy füstelteli helyiségből kellett kimenekíteniük a sérülteket, közben pedig eloltani a tüzet és megszüntetni a veszélyt. A tűzoltók áramtalanították az épületet, elzárták a gázvezetéket, majd légzőkészülékben védősugár fedezetével megkezdték az életmentést, valamint az oltást. A megtalált két sérültet kimentették, és rövid idő alatt eloltották a tüzet. Róth Zoltán tűzoltó alezredes a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka kiemelte, hogy szakszerűen, gyorsan és fegyelmezetten hajtották végre az életmentést,
A kárhelyszín parancsnoka pedig jól irányította az önkénteseket. Rendhagyó és az elképzelések szerint hagyományteremtő fesztivál zajlik a Balaton körül március 8 és 17-e között. A program a régió legjobb éttermeit, borászatait fogja össze a Taste Balaton gasztro és kulturális fesztivál. A legtöbb fesztivál kitelepüléssel valósul meg, a vendégek pedig jellemzően csak az adott település látnivalóit keresik fel, és gyakran csak egy napig maradnak. A Taste Balaton az egész tavat körülöleli, az éttermek, szállodák saját üzletükben kifejezetten erre az alkalomra készített menüvel látják vendégül az érdeklődőket, és az eseményt mindenütt valamilyen egyedi kulturális program is színesíti. Verdáikat is beöltöztették a farsangolók Balatonbogláron, ahonnan idén is elstartolt az autós farsang. A programot immár negyedik alkalommal szervezték meg helyi civilek összefogásával. A jelmezes felvonulás mellett 12 állomásos ügyességi feladat is várta a résztvevőket. Szerintem azt rakod a középre, légy. Jó. Kipakoltál mindent? Megvan minden? Már kora reggel nagy volt a készülődés a balatonboglári platánstrandon. Idén is összegyűltek az autósok, hogy elbúcsúztassák a telet. Sándor és barátja Biatorbágyról és Egerből érkeztek a programra. Első körben a barátságot építik a klubok között, tehát ugye csomószor, amikor a több klub összefog, akkor úgymond az országos társadalmat jobban képviselik. A legrégebbi jármű a világon. Az ipari forradalomra kell gondolni. A hármas kérdés, igen. A flúgos futam nem csak a beöltözésről szólt. Idén is volt gumbal, aminek lényege, hogy megadott helyszíneken kellett becsekkolniuk a versenyzőknek, amelyek helyszínét verses feladvány árulta el. A helyszíneken természetesen feladatok is várták a sofőröket. Az nyert, aki a leggyorsabban teljesítette azokat. Van, hogy puzzle-t kell kirakni, van, hogy egy tájat kell összerakni, van, hogy egy szobrot kell megkeresni, annak melyik lába van fölemelve, van, hogy egy gyönyörű épületnek a stukkóit kell megszámolni, és ez mind azért van, hogy a környékbeli embereket és ide látogatókat felhívjuk arra, annak a figyelmét, hogy milyen szép dolgok vannak itt a környéken, és mit érdemes megnézni. A szervezők szórakoztatás céljából rendezik meg évről évre az autós farsangot, de emellett a jótékonykodásra is felhívják a figyelmet. Idén a Szemesi Adománybanknak gyűjtöttek. Szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. A benzinért bruttó 3 forinttal kell kevesebbet fizetni, amíg a gázolaj beszerzési ára bruttó 10 forinttal csökken a kutak számára, írja a holtankoljak.hu. A 95-ös benzinért 615 forintot kell majd fizetni literenként, amíg a gázolajért 647 forintot. Válogatott játékost igazolta a Kométa kaposvári KK kosárlabda csapata. Filipović Márko Brazíliából tért haza Kaposvárra, és a mostani, illetve a következő szezonra írt alá az együttesnél. A szombati hivatalos bejelentésen a klubvezetés és Filipović is úgy nyilatkozott, nagy reményekkel vágnak neki a közös munkának. A csapattársak, a szakvezetés és a somogyi bicskások is köszöntötték a saját nevelésű játékost a szombati ünnepélyes bejelentésen. Mint fogalmaztak, a tehetséges válogatott hazatérése mérföldkő lehet a kaposvári kosárlabda életében, és az utánpótlásnak is példát mutathat. Ez az igazolás, ez egy hatalmas mérföldkő a kaposvári kosárlabda klub életében. Köszönjük a névadó szponzorunknak, a Kométának, hogy ezt lehetővé tette, és hát nélkülük ez nem valósulhatott volna meg, és köszönjük Márkónak, hogy ezt az invitálást elfogadta. Az ő kvalitása, az ő személyisége, játéktudása az olyan dolgokra
predesztinálja, amely megtisztelő tulajdonképpen a klub részéről, hogy minket választott. Sok szempontból előremutató ez, mások számára is, a kaposvári utánpótlás számára, hogy perspektívát tudunk mutatni nekik, és nagyon bízom abban, hogy Márkó pedig megtalálja a számítását a klub kötelékében. Filipović Márkó az elmúlt években játszott az olasz, a spanyol, a török és a német élvonalban is, mielőtt Dél-Amerikába igazolt. Brazil csapatával pedig kupa győzelmet ünnepelhetett nemrég. Ugyanakkor mindig is foglalkoztatta a hazatérés gondolata. Most a szakvezetés, a szponzorok és a tehetséges játékos elképzelései találkoztak, így megszülethetett a megállapodás. Úgy érzem, hogy itt fel lehet építeni valamit a következő években, ami eddig nem volt meg. Belátásom szerint viszont most van egy olyan jövőkép, ami szerintem nagyon vonzó, és én is szeretnék részese lenni. Úgyhogy ezért jöttem ide, mint első kaposvári, mondhatjuk. Igen, és szeretnék amit felépíteni. Márkó a 8-as számú mezben játszik, majd debütálására pedig már nem kell sokáig várni, hiszen a csütörtöki idegenbeli honvéd elleni mérkőzésen már pályára is lép. Életének 73. évében elhunyt Hunyad Kürti György, Jászai Mari díjas színművész, a Csiky Gergely Színház örökös tagja. 2014-től az érdemes, 2022-től a kiváló művész kitüntetésnek is birtokosa volt. Kaposvári kollégái 2013-ban neki ítélték a Komorgyűrűt, és övé lett a legjobb alakítás díja a Pécsi Országos Színházi Találkozón. Leginkább mégis a Kaposvár városért kitüntetésre volt büszke, amelyel 2006-ban ismerte el különleges színművészi teljesítményét a városi közgyűlés. Sem Kaposvárt, sem a Csikit nem hagyta el soha, pedig lett volna rá alkalma. 1975 óta volt tagja a helyi társulatnak. Hunyad Kürti Györgyöt a Csiky Gergely Színház és Kaposvár megyei jogú város is saját halottjának tekinti. Adomány. A Siófoki Kórház belgyógyászatának gyűjtött a Nők Együtt Egyesület. Flúgos futam. Negyedik alkalommal szerveztek autós farsangot Balatonlellén. Új igazolás a KKKK-nál. Hazatért Filipović Márkó Kaposvárra. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkban, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap este is, további kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!